Ez az első edzés, ahol bemutatkozhatsz. Milyen érzések vannak most benned? Nagyon jó, és már vártam nagyon, és tele vagyok ambícióval. Remélem, hogy ezt át tudom ragasztani a fiúkra, de szerintem nem kell, mert szerintem ők is egy... Én azt gondolom és azt hiszem, hogy egy nagyon fontos év előtt állunk, ezt átérezzük, és át fogom éreztetni a játékosokkal, hogy itt rengeteg munka vár ránk, és tényleg nagyon jó lehetőségeink lehetnek itt az NB1-ben ismét. NB1 azért más, mint az NB2, aki valaha futballozott, az tudja ezt, ez most is érvényes még, és itt vagyok, és már tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy már várom a 5 hét múlva lévő rajtot, ugye tudjuk, hogy most már a Debrecenbe kezdünk, tehát nem is egy akármilyen mérkőzése. De természetesen nem csak arra az egy meccsre készülünk, hanem az egész szezonra. Gondolom, neked is egy óriási szakmai kihívás ez a mostani. Hogy fogadtad egyáltalán a nyíregyházi vezetők megkeresését? Természetesen ugye az elmúlt 3,5 évben az A válogatott mellett edzősködtem, vagy pályedző voltam, utána egy mérkőzés erejéig szövetségi kapitány is lehettem, amire nagyon büszke vagyok, így utólag is, és az is maradok szerintem. Utána még az U21-nél is voltam, tehát sok rétében ismerem, sok átmérőjében ismerem a labdarúgást, a megyei bajnokságtól kezdve az NB1-ig voltam edző is, és most ez egy olyan kihívás, és én nagyon-nagyon örültem, hogy a nyíregyházi vezetők rám gondoltak, nem titok volt, még más lehetőségem is, hál' Istennek azt kell mondjam, fél évig nem volt, most pedig volt több is, NB1-ből is, de nagyon jó helyre kerültem, én első nap ugye nagy erőség ilyet mondani, de én hiszem azt is látom itt a közeget, hogy ez egy alkotó közeg, és én nagyon bízom benne, hogy ott a háttérben is már dolgoznak a fiúk, és mindjárt csatlakozom én is, és remélem, hogy tényleg az lesz, amit én most itt érzek, és át tudom nekik adni azt, amit ez a szentély itt lassan remélhetőleg meg tudjuk tölteni minél több nézővel, minél többször, ahhoz pedig természetesen jó játék kell, eredményes játék. Egy nagyon jó alapot kaptál, mennyire kell megerősíteni a keretet? Tulajdonképpen valóban egy magabiztosan feljutó csapatot kaptam, de azért a tavalyi év is mutatta azt az NB1-ben, ugye gondoljunk a Puskás Akadémiára vagy a Mezőkövesre, hogy a feljutás az még nem jelent automatikusan bérletet a következő évre és az NB1-ben. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy ha a Puskás Akadémia nem kapcsol az 5.-6. fordulóba az igazolások kapcsán, akkor nagyon nagyobb bajban is lehetett volna. Ebből tanulva mi már azért egy picit elé szeretnénk menni a dolgoknak. Bár az idő rövid, de lépünk napról napra. Mindenképpen én azt gondolom, hogy vannak posztok, amit meg kell erősíteni, de természetesen a Vázra továbbra is számítok, mert én azt gondolom, hogy az a magabiztos feljutás, még hogyha a tavasz nem is teljesen úgy sikerült, de azért ettől függetlenül pont számokat nézve magabiztosan jutott fel a csapat. Erre azért lehet építeni.